Immár 11. alkalommal indították szerencsehozó lencsével az új évet a fehérváriak január 1-én. Székesfehérvár önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség Nagy Sándor József 51-es számú híradó és vezetésbiztosító dandára, a Lecsóház és az Alba Pláza közös rendezvényén 1500 adag finomság talált gazdára. Az Alba Pláza előtti téren Cserpakovics András polgármester és Varga Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjét követően jó hangulatú találkozón idén is igazi társasági rendezvényt, az együttlét ünnepét köszönthettük. Így indul gyakorlatilag a közösségi év az esztendőben, köszönhetően a katonáknak, köszönhetően azoknak az embereknek, akik segítenek nekünk minden évben, hogy lencsével, szerencsehozó lencsével oszthassuk, vagy annak osztásával indíthassuk az új esztendőt. Így lesz ez most 2024-ben is, furcsa még ezt a évszámot kimondani, de mégiscsak az éjszaka folyamán lezártunk egy évet, és elindítottunk egy újat. Én bízom benne, hogy mindenkinek békés, nyugodt, boldog és szerencsés új esztendő lesz. A 2013-ban indult kezdeményezés mára már hagyománnyá vált, és egyre többen kapcsolódtak be az évindító közösségi programba, amelyen az étel kínálásában részt vett Varga Tamás országgyűlési képviselő és Cserpakovics András polgármester mellett Székesfehérvár alpolgármesterei, valamint a város önkormányzati képviselői is. Kisütött a nap, és a szerencsehozó lencsével folytathatjuk most így délután. Sokan várnak már itt, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan elkezdjük. Szeretném megköszönni a Honvédség képviselőinek és a szakácsoknak elsősorban, akik szintén korán felkeltek és elkészítették a lencsét, hogy ma a székesfehérváriakat ezzel megvendégelhessük. Az aprószemű ételhez a néphit a pénzt, a gazdagságot társítja, minél többet eszik belőle valaki ezen a napon, annál nagyobb szerencséje lesz a téren, és bőség jellemzi majd az évét.